30 szerződést tudunk ma aláírni, a kettő úgynevezett fővonalunkra fogjuk a szerződéseket aláírni, mintegy 5,5 millió dinár értékben. Ez a kettő pedig az öntözésnek a támogatása és a minőségi tenyészjószágoknak a beszerzése. Én úgy gondolom, hogy ez mindkét vonal már nagyon régóta megy, de mindkét vonal olyan, ami folyamatosan életben is kell tartani, hiszen az egyre évente egyre jelentkező, egyre nagyobb szárazság az egyértelműen azt kell, hogy abba az irányba kell, hogy tereljen bennünket, hogy az öntözést támogassuk, hiszen sikeres mezőgazdaságot csak ennek köszönhetően lehet a jövőben folytatni. Azt pedig valamennyien tudjuk és látjuk, hogy az állattenyésztés nagyon sok éve már egyfajta lejtmenetben van, és ahhoz, hogy a gazdáink ne adják fel, ahhoz én azt hiszem, hogy ez egy nagyon szép segítséges gesztus, hogy önkormányzatunk is minden évben támogatja a tenyészjószágok beszerzését. Kisebb összegű támogatásainkra a továbbiakban is lehet pályázni november 15-éig, ez pedig az elhullott jószágok elszállításának a költségtérítése, a mesterséges megtermékenyítés, a biotermesztőknek a támogatása, valamennyi keretünk van még a méhészeknek a támogatására is, valamint jó néhányan kérték a tél folyamán, tekintve, hogy tavaly egy nagyon nehéz gazdasági évet hagytunk magunk mögött. Ennek apropóján ismételten elővettük a kamattámogatást, hogy a mezőgazdasági termelőjeink a forgó tőkéhez még tudjanak esetleg olyan hitelt is igénybe venni, aminek mi támogatjuk a kamatját, és idén bevezettük, jó néhány évvel korábban volt hasonló, amikor a határútjavításokat támogatta az önkormányzat, most pedig ezt úgy tettük formába, hogy az éves pályázataink közé beraktuk a minden településnek lehetősége van egy-egy mezőgazdasági utat kiválasztani, és termelői összefogással azt megjavítani, és ennek az üzemanyagát mi megtérítjük. Mivel mi állattenyésztéssel foglalkozunk, így anyakocákra pályáztunk, 5-5 darabra, a férjemmel mindketten, és hát nagyon jó jött ez a pályázat, mivel hogy több mint 50%-át így visszakaptuk, és akkor nekünk ennyivel kevesebbet kellett, hogy fizessünk. Ugye mi nekünk faj anyakocáink vannak, és akkor ezeknek az árai igen magas, úgyhogy most mondhatom azt, hogy körülbelül egyikünknél mondjuk ilyen 350-400 ezer dinárról beszélünk, és akkor annak megkaptuk ugye több mint 50%-át, ami nekünk hatalmas segítség. A nyár végén ismét megtelt a Magyar Kanizsai Regionális Szakmai Pedagógus Továbbképző Központ vajdasági pedagógusokkal. A továbbképzés célja, hogy fejleszik a pedagógusok kommunikációját, illetve az együttműködések is gördülékenyen menjenek. Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatta, hogy a pedagógusoknak kell segítség, amikor nyilvánosan fel kell lépniük, tehát hogy azt a lámpalázat, azt a megjelenést, azt a beszédet hogyan és mikor, hogyan tudják elkészíteni és előadni. Főleg gyakorlati része lesz, csoportmunkák, műhelymunkákkal indítunk, önismereti előadást fogunk tartani, és a végén remélhetőleg, tehát a képzés végén a pedagógusokat megerősítjük abban, hogy merjék vállalni, és az iskolán kívül is tudjanak kommunikálni olyan partnerekkel, amelyek meghatározzák a mindennapi oktatóinevelő munkát. A képzés a társadalmi változásokkal összhangban folyamatosan frissül. Azt gondolom, hogy ez a képzés, ami a kommunikáció és az együttműködés elősegítésére veti a hangot, nagyon-nagyon aktuális és évek óta tart. Társadalmi változásokkal összhangban maga a képzés is mindig frissült, és alkalmazkodott nem csak a minisztériumi utasításokhoz, hanem egyáltalán társadalmi változásokhoz. Ugye hatalmas törést és változást hozott az életünkben néhány évvel ezelőtti Covid, ami még jobban megnehezítette úgy az együttműködést, úgy pedig a kommunikációt, akár intézményen belül, akár pedig az intézmények között. Maga a képzés ezekhez a különféle változásokhoz próbál megoldásokat nyújtani, lehetőségeket és új utakat nyitni ahhoz, hogy a pedagógus könnyeden föltalálja magát a mindennapi munkájába. A szakmai továbbképzések iránt nagy az érdeklődés a pedagógusok körében. Lassan lezárva az előző iskolaévet, de még mielőtt megkezdődne az új tanév, a Magyar Kanizsai Regionális Szakmai Pedagógus Továbbképzőközpont ezen a héten és a jövő héten több továbbképzést, illetve szakmai összejövetelt szervez, szám szerint 8 továbbképzést és 2 tribünt.
A képzések párhuzamosan fognak megvalósulni, mind itt az intézményünkben, mind pedig terepen, különböző oktatási intézményekben. A mai napon itt a Regionális Továbbképző Központban az együttműködés és kommunikáció továbbképzés zajlik, vette kezdetét, míg terepen, Szabadkán, a Bosza-Mirigy-Jevity közgazdasági középiskolában a munkahelyi kiégési szindróma lehetőségei és megelőzése továbbképzés vette kezdetét, illetve Versecen, a Mladoszt általános iskolában pedig a tanulók értékelése a legegyszerűbb és legmegfelelőbb módon továbbképzésünk kerül megszervezésre. Az elkövetkező napokban is számos képzés várja a pedagógusokat mások mellett a digitális világról, de lesz környezettudatossággal kapcsolatos tribűn is. Magyar Kanizsa önkormányzata ezúton értesíti a tisztelt lakosságot, hogy a 2023-as évre előirányzott energiahatékonysági projekt, ami elsősorban a lakásokat és a családi házakat érinti, a múlt héttel úgymond elkezdődött. Múlt hét szerdáján kiírtuk a pályázatot. Azon cégek, közvetlen felhasználók, illetve potenciális kivitelezők részére, akik majd a következő lépésben, amikor is a lakosság fog pályázni, kínálatban lesznek, mint kivitelezők. A cégek részére a pályázat a továbbiakig nyitva van, ki lesz írva, tehát időközben is újabb pályázat átadása lesz lehetőség, ebből kifolyólag bővülhet majd a kivitelezőknek a listája. Ez az egyik dolog, a másik pedig, ami a legfontosabb ugye a lakosság szempontjából, hogy mikor fog az ő pályázatuk kiíródni. A legújabb minisztériumi információ szerint ez 2 héten belül be fog következni, tehát kérjük a lakosságot ezúttal is, hogy figyelemmel kísérjék a közösségi oldalakat, illetve médiában az ezzel kapcsolatos fejleményeket. Nagy vonalakban ugyanazok lesznek a kritériumok a pályázáson, mint tavaly, illetve a támogatási része is nagyjából nagyságrendileg ugyanaz lesz, illetve ugyanazokra az energiahatékonysági intézkedésekre lehet majd pályázni. A bővebb információk tekintetében pedig a szalagcímbe futó telefonszámokon lehet érdeklődni. Köszönöm. Hát itt Velebiten eddig legalábbis sikeresen összejött a kaptár levegőjének a felfedezése és a kihasználása. Mert tulajdonképpen ez egy régi gyógymód, ez mellett még van ugye a frekvenciával való gyógyítás is, ami is ide tartozik. De viszont ez, amit most csinálunk, ez tulajdonképpen csak hordás időszakban működik. Tehát a kaptárban lévő anyagoknak, mint az illóolaj például, azokat az anyagokat, tehát ahogy párolognak, és összességbe, tehát van a viasz, a virágpor, a méz, a méhpempő, meg még sok más dolog, és akkor ezt, amikor a hordás van, akkor ebbe a környezetbe betesszük ezt a csövet, és szívjuk a levegőt. Tehát a lényeg az, hogy a levegő, kaptár levegőjét beszívjuk. És így ezen keresztül gyógyulhat, aki rászorult. Milyen jótékony gyógyhatása lehet így? Hát minden esetre a tüdő és a légző rendszerre hat legelőször is legjobban. Ehhez viszont kell egy ilyen hozzáállás, mint a Radmiláé, tehát a tulajdonosnőé, hogy benne legyen abban, hogy ilyen újításokat lehessen csinálni itt nála. Mert ugye aztán ez majd azzal jár, hogy a látogatók jönnek, már be vannak jegyezve, csak nem most, hanem ugye jövőre, májustól. Itt adott minden ehhez a környezet, úgy az emberek számára, mint úgy a méhek számára. Mit jelent az, hogyha a méhek ugye hordás időszakban egy ilyen környezetben vannak, és hát kifejtik ezt a bizonyos gyógyhatást? Mit jelent ez a méhek számára, és mit a gyógyulni vágyok számára? Hát végülis a méhek számára olyan sokat nem mond, mert azok automatikusan csinálják a dolgokat, és el vannak foglalva a
virágporszedés vagy a méz nektárgyűjtése, tehát őnekik ez semmi. Tehát nincsenek irritálva. Viszont a főhasználónak meg igenis jó, nagyon jó, ami ha felfedez ez a környezet, hogy ez mennyire gyógyhatású, akkor jóval több lesz a látogató, mint amire most számítunk. Persze, jótékony hatása van, de ahogy említette, csak májustól, tehát nyári időszakban használható ki. Lehet, hogy sokan nem tudják, mondjuk el, hogy miért. Azt mondta, hogy hordásban lévő időszak az, ami jellemzi ezt a hatáskifejtést. Azoknak, akik ezt nem ismerik, ezt a tényt, azoknak magyarázzuk ezt el. Hát aktív anyagok, úgy mondjuk. Tehát az aktív anyagokkal, amelyik be van illóolaj. Tulajdonképpen itt mindenben van, mindegyikben van. Nem mondhatnám most külön, hogy na most csak ez ilyen aktív anyag, vagy olyan, amilyen. Tehát ez egy ilyen vegyes kaptárlevegő. És akkor ennek a beszívása nagyon is, de nagyon is gyógyhatású. Bernát László, a Magyar Kanizsai Méhész Egyesület elnöke is, így a mondandónk végén, riport végén lehet arról beszélni, hogy milyen évet zártak a méhészek, milyen beszámolók érkeztek, hogyan és miként térült meg ez az év számukra? Hát ez az év, ez vegyes volt. Voltak jó, nagyon jó családok, vagyis vannak is jó családok, azok meg is hordták a kaptárt. Na most szerencsés helyzet az is fönnáll, hogy nem csak a méh tömeg kell, hanem kell olyan napraforgó is, vagy repce, vagy tehát akác. Tehát különnek olyan legelők is, amit ki tudunk használni, mert mondjuk a gyümölcsösök elfagytak, az akác szintén. Tehát itt most a negatív dolgokat is fel lehet sorolni, viszont az, ami mentség, még jó, az a repce és a napraforgó. Tehát azok szerintem szépen adták a nektárt, a többi az meg hát úgy átlagos. Sajnos a legelők miatt ugye eltűntek a fajta mézek. Ön szerint mégis mit lehetne tenni, hogy egy-két fajta méz, amit honos volt régen is, az esetleg visszajöjjön, és hosszabb méhlegelőjük legyen a méheknek, hosszabb ideig kitartson a szezon? Hát igen, ehhez tudni kell, hogy vagy valamilyen fa, vagy valamilyen növény egy nyári. Tehát valamelyiket ültetni kell. Például a facéliát, az közösen lehetne ültetni is, meg aztán mind legelőként főhasználni is. Vagy az evódiát mondjam, az több éves, tehát több évre visszamenőleg van. Hát az az egyik probléma, hogy bármilyen legelő is van, hogyha 40 fokos a hőmérséklet, akkor nem igazán fejti ki hatását. Tehát a nektárképződés ott, meg esetleg a virágpor. Tehát nagyon-nagyon hőmérséklet függő is, meg időjárás függő. Nagyon. Tehát ez már nagyon extrém. Méztermelést ugye a mézára is befolyásolja, hol csökkentik az állományokat, hol növelik. Most nem tudom az idén pontosan mi jellemző, de a mézár, a felvásárlási ár, ez most magasabb az idén, mint ami tavaly volt, vagy alacsonyabb? Hát sajnos alacsonyabb az egyik dolog. A másik az, hogy nem igazán kell. Tehát az a másik. Tehát mindent kicsiben nem tudunk eladni. Tehát itt van egy kis gond, talán majd megoldódik, de oda a fővásárlónak is föl kell lépni. Pozitívan, és keresni a piacot. Na most ez a piac mit jelent, mekkora piacot jelent, meg hol, azt nem tudom. A mezőgazdasági termelők felől érkező túlzott vegyszer használata, ez az idén mennyire volt kihatással a méhekre? Hát, vegyszer használat mindig van. Tehát én azt mondom, hogy mi vendégek vagyunk kint a mezőn, a tulajdonosok megmondják, hogy csinálják. Egy kicsit nehéz megmondani annak, aki már évek óta ezt csinálja. És hát kisebb-nagyobb sikerrel tudjuk ezeket a kanyarokat venni, és hát majd meglátjuk, hogy a jövő mit hoz.
Opština Kanjiža nastavlja sa podrškom poljoprivrednim gazdinstvima, pa je u petak 25. avgusta u Velikoj sali gradske kuće predsjednik opštine Robert Fejstamer potpisao ugovore sa 33 poljoprivredna proizvođača. Ovog puta podrška poljoprivrednicima namenjena je za nabavku priplodnih grla i sistema za navodnjavanje. Ukupna vrednost potpisanih ugovora za podršku poljoprivrednicima obezbeđenu iz budžeta opštine Kanjiža iznosi 5,5 miliona dinara. Ova podrška poljoprivrednicima puno znači u otežanim uslovima proizvodnje. Poljoprivrednici se za druge linije podrške koja se obezbeđuje od strane lokalne samouprave mogu prijaviti do 15. novembra za subvencionisanje troškova uklanjanja uginule stoke, veštačko osemenjavanje, za organsku proizvodnju, za subvencionisanje kamata na kredite, a predviđena je i podrška pčelarima kao i za uređenje atarskih puteva. Početkom maja opština Kanjiža objavlja javne pozive registrovanim poljoprivrednim proizvođačima, ukupno 8 linija podrške. Ove linije podrške na osnovu zahtjeva i potrebe poljoprivrednika. Te linije su za organsku proizvodnju, za finansiranje veštačkog usemenjavanja, za nabavku lekova pčelama, za ruralni razvoj, za popravku atarskih puteva, za neškodljivo uklanjanje leševa životinjskog porekla i zatim još podrške za nabavku kvalitetnih priplodnih grula i opreme za navodnjavanje. Bilo je veliko interesovanja, naročito za te dvije linije, za opremu za navodnjavanje i za kvalitetan priplodna grula, i došao je veliki broj prijave. Na osnovu komisija provjeravala i procjenjivala i doneta je odluka o dodjeli bespovratnih sredstava, i na današnji dan 30 poljoprivrednika tu da potpisuje ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Ovi poljoprivrednici uložili sopstvenih sredstava i pomoći opštine Kanjiža nabavili opreme za navodnjavanje, kao što polietilenski cijevi, potapajuće pumpe, PVC spojke, trake za kap u kap sisteme i još neke stvari, dok stočari nabavili ukupno 72 kvalitetna priplodna grula. Ova je vrednost više od 10 milijuna dinara, od čega opština Kanjiža podržava ovaj projekat ukupno od 5,5 milijuna dinara. Što se tiče ostale linije podrške, još su otvorene registrovanim poljoprivrednim proizvođačima i mogu još da predaju prijave. Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Kanjiži organizuje stručna usavršavanja za sve profile nastavnika i vaspitača, a teme koje su obrađivane na seminaru tokom prošle nedelje su veoma važne za svakodnevni rad prosvetnih radnika i objedinjuju neophodnost jasne komunikacije i saradnje u institucijama, tako i metodologiju rada i ocenjivanja u školama, kao i mogućnost izbora tehnika i metoda protiv sagorevanja. Radionice su održale Tatjana Variju Potrebić i Kristina Telek, a teme seminara u Kanjiži su bile saradnja i komunikacija, ključ uspeha u obrazovno-vaspitnom radu, sagorevanje na poslu je manje ako imaš volju i znanje, i ocenjivanje u školama jednostavno, a kvalitetno. Ovaj seminar je izrađen pre mnogo godina, znači već niz godina je u akreditacionoj fazi pri Pedagoškom zavodu Vojvodine. On je veoma koristan seminar, pošto smo primijetili, kada smo istraživali potrebe prosvetnih radnika za obukama sa temama, primijetili smo da imaju prepreke kada se radi o saradnji sa drugim partnerima, da imaju prepreke što se tiče javnog nastupa, i mi smo sastavili ovaj program da bi se pomogli prosvetnim radnicima da te teškoće koje sprečavaju njihov uspešan rad, da što pre prebrode i da unese u svoj svakodnevni rad u nastavu.
Kao saradnja sa ostalim partnerima, znači sa svim svim partnerima, počev od nevladinih organizacija, sa drugim školama, sa lokalnom samoupravom, sa raznim partnerima, tu su naravno i roditelji, znači kao partneri, seminar je izrađen baš na tu temu kako pristupiti tom razgovoru, toj saradnji da bi bila nastava što uspešnija. Mislim da je jako, jako bitno da sada kao Tatjana i ja, koji smo autori, koautori ovog seminara, dolazimo iz raznih struka i to je dokaz kako se povezujemo i kako na taj način probamo nastavnicima da pomognemo u svakodnevnom radu, na koji način da komuniciraju međusobno sa učenicima, sa nastavnicima, a van ustanove kako da komuniciraju i kako da se snalaze sa raznim ustanovama u svojoj okolini. Ostavivši polako iza sebe prošlu školsku godinu, ali pre početka nove školske godine, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Kanjiži ove i sljedeće nedelje organizuje više seminara, to jest stručnih skupova, tribine. Ako želimo brojčano tačno da kažemo, mogu vam reći da organizujemo 8 seminara i 2 stručna skupa, tribine. Naši seminari obuke će se paralelno odvijati, organizovati ovdje u našoj ustanovi, u centru i u raznim obrazovnim institucijama na terenu. Danas ovdje u centru je počeo već seminar komunikacija i saradnja, dok na terenu u Bosan Ilićević srednjoj školi u Subotici u isto vrijeme je počeo sagorevanje, sindroma sagorevanja, i u Vršcu u osnovnoj školi Mladost se odvija paralelno ocjenjivanje u školama jednostavno, kvalitetno. Smatram da su od izuzetno velike važnoće ti seminari i te tribine, pošto pomažu pedagozima da pojačaju, da osnaže svoje kompetencije i potencijal za rad. Ovaj seminar koji je danas organizovan u našem centru nosi 8 bodova, akreditovanih bodova, i akreditovano je od strane Pedagoškog zavoda Vojvodine. Regionalni centar je seminare za nastavnike i vaspitače nastavio i tokom ove nedelje kako bi unapredili kompetencije i potencijal u okviru međupredmetnih kompetencija, u okviru mogućnosti izbora digitalnih didaktičkih metoda u nastavi, značaj muzičkog vaspitanja za sveopšti razvoj dece, kao i pružanje podrške drugima. Teme tribina koje su održane 29. i 30. avgusta u Kanjiži su svest o životnoj sredini i muzika je svačija. Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju iz Kanjiže tokom prošle i ove nedelje uoči početka školske godine održao je 8 seminara i 2 stručna skupa u Kanjiži, Vršcu, Zrenjaninu i Subotici. Opština Kanjiža je i ove godine dobila podršku od Ministarstva rudarstva i energetike za sprovođenje programa energetske efikasnosti stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova. Ukupna vrednost podrške koju obezbeđuju Ministarstvo rudarstva i energetike i lokalna samouprava opštine Kanjiža za ovu godinu iznosi 10 miliona dinara. Poziv za preduzetnike je već otvoren, a očekivani datum za prijavljivanje građana na konkurs je početak septembra. Dame i gospodo, poštovani građani, ovim putem vas obaveštavamo da je opština Kanjiža raspisala konkurs za unapređenje energetske efikasnosti porodičnih kuća i stanova. Projekat je započet pre nedelju dana, to znači da smo raspisali u prvom krugu javni poziv za izvođače, za direktne korisnike. Konkurs će biti otvoren do daljnjeg. Ujedno vas obaveštavam da po informaciji ministarstva u roku 2 nedelje ćemo raspisati konkurs za građane. Molimo građane ovim putem, ujedno apelujem da budu pripravnosti da bi blagovremeno odreagovali, pokupili neophodnu dokumentaciju i predali blagovremeno svoje aplikacije. Što se tiče samog projekta, na odnosu na prošlu, za nas prvu godinu, značajnih izmena nema, znači već možete
unapred da pripremite dokumentaciju iz prošle godine. Možda ćemo se još sa nečim nadograditi, ali to će biti otprilike isto kao i prošle godine. Što se tiče mera, imat ćemo kao i prošle godine 8 kategorija. Pojavila se jedna nova kategorija za izradu projektne tehničke dokumentacije, ali smatram da za tu kategoriju neće biti neke posebne potražnje. Što se tiče iznosa subvencije, ja mislim da će to biti otprilike na nivou prošle godine. Sve u svemu, pratite nas preko društvenih mreža i preko medija, a telefone možete ispod mene da pročitate i da zabeležite i da nas kontaktirate u vezi detalja i daljih pitanja. Hvala. Volili bismo da nam kažete odakle, od kada postoji ideja i odakle se javila ideja da ovako nešto realizujete ovde u Velebitu. Pa ideja potiče, kako sam i u prethodnom izlaganju rekla, jedno 5-6 godina pre, jer sam čitala te neke stručne literature, pratila gde se to sve razvijalo, da kažemo da je u Rusiji počelo, pa u Austriji, pa Nemačkoj, Sloveniji, Hrvatskoj i sve. A i na traženje, šta me motivisalo da tragam za tim, odnosno da dođe do ove realizacije, je kako zavičajnoj kući dati još jedan doprinos, da ona živi, znači da nije statičan objekat, muzejska postavka, nego da ona živi, da teče život u njoj i da stalno neko prolazi, tu dolazi, samim tim promoviše se i zavičajna kuća i Velebit i mi saradnici timski ovog projekta i ostalih projekata koji će biti. A još čemu doprinosi to, znamo ovaj virus korona, koliko je svima nam imunitet smanjio i oslabljen je. Ovo je prirodan način da pojačamo imunitet svima, a posebno penzionerima i deci uzrasta do 10 godina. Eto, to je neki bio motiv, znači da živi zavičajna kuća i selo Velebit i ovaj projekat. Možete li onda reći nešto više o samom projektu? Šta je ovde bilo potrebno nabaviti da bi se ovo realizovalo i koji je iznos sredstava koji ste to zadobili i ko je sve učestvovao? Znači, to je bilo po konkursu, kako je gospođa Jadranka i rekla. Tu je udruženje građana učestvovalo, dobili smo 220.000 za tu realizaciju, a još i naših privatnih ličnih sredstava smo uložili u to, zato što je trebalo nabaviti ove maske za apinhalaciju, koja je jedna od tih maska je 130 evra jedna. Mi smo kupili 6 maski da imamo i za decu i za odrasle. Zatim trebao je platiti radnike. Znači tih 220.000 otišlo nam je za kupovinu materijala, bukvalno je otišlo materijal, lični rad ili rad ovih radnika za realizaciju ovoga je iz udruženja građana Ćemer smo uložili, tako da to iznosi oko nekih 300.000 dinara bez, to nismo uzeli u obzir košnice koje su 110 evra po, tu će gospodin Laslo reći, svaka košnica vredno je se oko 110 evra, znači bez košnica, bez ovoga već postojećeg što smo imali izgrađeno je 300.000 dinara izašlo. I sad, da li nam možete reći nešto više o tome kako oni koji su zainteresovani za apiterapiju mogu da ovo isprobaju? Da, ovo ćemo početi sa realizacijom od aprila meseca, jer sad, kako smo i rekli, sad je izbog ove suše velike, nema cvetanja, nema u košnicama kvalitetnog vazduha, polena, matične mleči i svega što je sastavni deo u tome. Tako da je ovaj period iskoristit ćemo za promociju, za afirmaciju tog načina vida lečenja, jačanja imuniteta kroz, evo, da kažem, ove video prezentacije, emisije preko radija, publikacija preko flajera i na taj način za proleće da budemo spremni za
prihvatanje građana koji žele na taj način da ojačaju svoj imunitet. Evo imamo priliku da prisustujemo otvaranju prvom, da kažemo, sistemu za apiterapiju. Kako smo uspeli da čujemo ovde danas na otvaranju, ovo je nešto što nemamo u blizini, što je evo sada prvi put je dostupno ovde u Velebitu, pa tako i građanima koji žive u okrugu, kao i samim meštanima. Tako je, upravo ste. Ovo je, kao što ste rekli, prisustujemo jednoj, slobodno mogu da kažem, inovaciji za ovaj kraj ovde, jednoj relaks zdravstveno i kao što smo čuli to od stručnih ljudi od mene, apiterapije, koju sam imao danas časti da probam. Ono što je lokalna samouprava posebno ponosna je upravo na ovakve projekte koji se tiču zdravstvenih delova i između ostalog i promocije našeg malog sela Velebit. Gospođa Radmila je to prelepo osmislila i danas smo imali, kao što sam rekao, priliku da probamo tu zdravstvenu relaks terapiju, gde je njen kolega koji je po struci objasnio kao neko ko je stručan za pčele i detaljnije o tome će vam oni reći. Što se tiče lokalne samouprave, mi nastavljamo i dalje da podržavamo projekte ovog tipa, tako da sam posebno danas ponosan što sam deo ovog upravo projekta. Eto, ako možete vi da nam kažete način na koji ovo funkcioniše. Kako funkcioniše? Najjednostavnije sad. Ovako, bez ičega, ne treba ni struja, ni ništa. Toliko je jednostavno da i funkciji je. Možemo i gledati i ostali košnice, da svi su mirni. Toliko mirni su da nevjerovatno. Kolega isto pčelar i kaže da njegovi su malo agresivni. Da ovde kao da oni domaćini. Ima dovoljna košnica za, ja mislim, da svaki dan može da se koristi. Od maja, otprilike. Ja ću menjati košnice i uvek ide gore gde može da se sedne, relaksira, gleda okolinu. Toliko. Šta je to u tim košnicama što je eto, korisno da se inhalira? Šta sve postoji u košnici? To ono što ono što dešava u košnici, to, da kažem, ni pčelar ne zna baš. To znači svašta. Jednostavno da se osjeti čovjek ako je ovde, da bolje i ozdravlje. Mislim, to je važno. Međunarodna 71. kolonija književnika u Kanjiži počinje u četvrtak 31. avgusta i trajaće do subote 2. septembra. Program u četvrtak u 16 sati počinje polaganjem venaca kod spomenika kolonije književnika u Narodnom parku i potom kod spomenika Dobo Konc u Malom parku kod Gradske kuće. Koloniju će otvoriti predsjednik organizacionog odbora Erne Verebeš u Domu umetnosti i otvaranje izložbe veza Ane Kava i Šavovi u Karpatskom basenu. U galeriji Tihamer Dobo je otvaranje izložbe slika Đerđa Verebeša, gde će se održati i okrugli sto naše umetničke kolonije nekad i sad. Na sceni Doma umetnosti u 19 sati glumci Senčanskog mađarskog kamernog pozorišta izvešće predstavu Janoš Vitez. Više programa najavljeno je za petak, između ostalog od 15 sati je u Art Cafeu predstavljanje novih publikacija na mađarskom jeziku, a od 17 sati je razgovor sa Đezeom Bordašem, počasnim gostom 71. kolonije književnika. Za subotu 2. septembar od 10 sati predviđena je komemoracija Peteru Šinkoviću i Jožefu Bogdanu, a potom je uručenje prelazne buklije kolonije književnika. Fudbaleri Tise i Zadorjena nastavili su uspešan niz na početku nove sezone u Srpskoj ligi Grupa Vojvodina, ostvarivši u derbiju treće kola
ubedljivu pobedu protiv Prvog Banja iz Rume 5:0 i sa maksimalnim učinkom iz tri kola sa 9 bodova izbili su na vrh tabele. Vodeći gol u 16. minutu pao je sa bele tačke, a izvođač najstrože kazne bio je Aleksandar Zolnajić. Tek što je počelo drugo poluvreme, odbranu Rumljana nadmudrio je Luka Kostić, koji je kasnije još jednom savladao protivničkog golmana. U međuvremenu je precizan bio Jovan Mitrović, a ubedljivu pobedu u 85. minutu je potvrdio Neven Invandekić. Tisa u narednom kolu gostuje u Inđiji. U drugom kolu Superlige Srbije fudbalerke TSC iz Kanjiže zabeležile su prvu pobedu na gostovanju u Nišu, nadigrale su Mašinac 5:0. Po dva gola postigle su Vanja Krivokapić i Katarina Siluši i jedan Milica Vešić. Odlukom komesara lige TSC ne može da igra utakmice u Kanjiži, nego će kao domaćin igrati u Senti. U subotu u trećem kolu u 16 sati i 30 minuta dočekuje Vojvodinu iz Novog Sada. Narednog vikenda startuje prvenstvo Potiske fudbalske lige. U subotu Horgoš je domaćin Slogi iz Ostojićeva, u Kanjiži Potise dočekuje Slaviju iz Banatskog Aranđelova, a Šampion iz Oroma u nedelju gostuje u Molu.